Én nagyon szerettem ide járni például, és nekem mindig ilyen jó érzés így visszajönni, amikor megvan telve élettel, azt én mindig nagyon szeretem. Az igazi kapocs talán egy diák szervezeti élet, tehát mi nem évfolyamtársak vagyunk, vagy csoporttársak. Corvinuson nagyon sok diák szervezet van, ami nagyszerű, tehát hogyha így érdekel valami más is, akkor ott tudsz aktív lenni. És azt gondolom, hogy minket is ez kötött össze, és egyébként a mai napig egy ilyen közös kapocs. A Netikülnél mi alapvetően szövegek automatikus sentiment elemzésével foglalkozunk, illetve ezt úgy hívják angolul, hogy NLP, vagy Natural Language Processing, ami arról szól, hogy megpróbáljuk megérteni egy szövegről, hogy miről szól, pozitív vagy negatív, milyen kontextusban pozitív vagy negatív, mik úgy az általános témák benne, mik az érzelmek például, vagy melyik márkákról szólnak, és ezt értékesítjük nagyobb enterprise cégeknek. Ha leegyszerűsítjük, hogy ma van egy 50 fős csapatunk 14 országban értékesítő szoftvercégünk, ami gyakorlatilag egy elég őrült egyetemi buli másnapján indult el, amikor elkezdtük felpedzegetni, hogy mind ötleteltünk előző nap, és rájöttünk, hogy amúgy így van is kedvünk megcsinálni, meg is tudjuk csinálni. Hol volt? Pásztó? Nem a Kinizsi aljában volt ez. És a végére összeállt az A-team, aztán hát ez lett belőle. Főleg az elején egyébként rengeteg Corvinusos dolgozott nálunk, és nagyon sokan a diák szervezetből tök jó ilyen forrás volt az, hogy így embereket találjunk, akik úgy egyrészt illeszkednek a cégnek a kultúrájába, másrészt meg tudjuk, hogy ők is ugyanazokat kapták meg, amiket mi. A későbbiekben is egyébként szeretünk Corvinusosokat alkalmazni, tök jól látni rajtuk, hogy nagyon nyitottak, tökre fogékonyak új dolgokra. Mi mind inkább az informatika oldaláról jöttünk, és a Corvinus adott egy olyan gazdasági szemléletet, meg hátteret, ami szerintem nagyon sokat segített, hogy egy céget létre tudjunk hozni és tudjunk vezetni. Nyilván a diák szervezetben is eltöltött évek és pozíciók is nagyon hozzájárultak ahhoz, hogy a sikersztori legyen. Egy nagyon kedves tárgy számomra Kisvállalkozások indítása címmel volt, ahol a professzor úr mondta, hogy próbáljunk meg inkább munkahely teremtőek lenni, mint sem munkavállalók, és igazából nekem ez is egy ilyen, nagyon közhelynek hangzik, de ez egy nagyon nagy löketet adott, hogy igen, van másik út. Ilyen általános szemléletet adott az egyetem. Nagyon szerettem azt, hogy itt rámentünk egy csomó olyan soft skill-re, amik így elengedhetetlenek, vagy nagyon hasznosak, inkább így mondom, egy üzleti életben, hogyan prezentálj magad, hogyan tudsz, nem tudom, emberekkel beszélni ténylegesen, vagy ami még tökre hasznos volt, hogy egy konkrét példát is említsek, ugye volt üzleti tervezés, ahol üzleti tervet kellett összeállítani, és ez tök hasznos volt például abban, hogy el tudjunk az elején indulni, és oda tudjunk menni egy befektetőhöz adott esetben, hogy itt vannak a számaink, ezt szeretnénk hosszú távon, és ők meg azt mondták, hogy oké, ezt komolyan lehet venni ezt a dolgot, nem pedig csak így srácok lerajzoltak valamit egy szalvétára. Nem túl misztifikálva a dolgot, de azt gondolom, hogy létezik ez a Corvinus közösség, tehát hogy amúgy van egy ilyen alapvető kapocs, meg figyelem egymás iránt, hogyha valahogy kiderül, hogy te Corvinusos voltál vagy, és ez segít. Azért van egy márka értéke, meg egy minőségi értéke annak, hogyha az ember eltölt itt pár évet sikeresen. Ide akkor is bejött az ember, hogyha nem volt órája. Csomó ember bejött csak azért, mert nem volt aznap semmi órája, de szeretett itt lógni emberekkel. Én nagyon szerettem ide járni, Dunaparton, mellettünk egy parkhoz, barha jó volt. A másik egyetemen nem volt ilyen jellegű kampuszunk, itt tök jó volt órák között kimenni picit a padra, nem tudom, fröccsözgetni, aztán visszajön egy másik órára, ez akkor még belefért. De ja, én nagyon szerettem ezt, hogy itt a belvárosban vagyunk, és tök jó, tök közel van, minden elérhető. Van a kötelező rész, ez a meg kell enni a főzeléket, de utána egy csomó főre ilyen desszert van is lehetőség, és akkor így választhat az ember, hogy hova akar mélyülni, lehet már másodévesként tanítani, lehet projektbe részt venni, olyan dolgokból TDK-t írni, amiből senki más nem írna, és mégis őrületes siker lesz. Tehát egy csomó olyan lehetőség van. Nekünk konkrétan az első két havi szerverköltségünket ezekre a platformokra, ezt TDK-ból szedtük össze, és emlékszem, amikor az egyiken csak másodikak lettünk, akkor át kellett írnunk az üzleti tervet, és egy sör mellett ittuk át egyébként, tehát én mindig azt bírtam a közgázban, a Corvinus Egyetemben, hogy adott egy szabadságot is, hogy te mehetsz arra, amerre, ami téged érdekel, ami téged gondolkodtat meg fog, és szerintem ez tényleg klassz, hogy ez volt. És akkor a Netikő tánc.